mindenképpen a több faktoros, akár esetleg az 50 faktoros nagyvédőkrémet mindenképpen ajánlanám. Mészárosi Bolya házi orvosa a káros UV-sugarak elleni védekezésre hívja fel a figyelmet. Elmondása szerint fontos, hogy mindig elővigyázatosak legyünk. Mindenképpen javasolt a megfelelő védőruházat, a szalmakalap, valamint a fényvédőkrém használata. Az UV-sugárzásnak több fajtáját tudjuk megkülönböztetni, az UVA-t például, vagy az UVB-t. Na most, ami legjobban érint minket, az az UVA-sugárzás, ami inkább a napsütéses órák számában, napsütéses órákon jelentkezik. Ilyenkor 11 és 3 óra között legfőképpen, attól függ, hogy hogyan esik be természetesen a kontinensünkre a napfénynek a szöge. Ettől függ mindenképpen az UVA-sugárzásunk. Védekezés az, hogy legfontosabb, hogy kerüljük. Tehát ilyenkor nem megyünk ki se a vízpartra, se a napsütésre. A védőruházatunkat újra használjuk, természetesen ugyanúgy a sapkát, kalapot, ha szükséges, akkor pedig a napszemüveget. Ezen kívül vannak olyan emberek, akik nagyon érzékenyek, többfajta bőrtípust különböztetünk meg. A nagyon érzékeny bőrtípusok ilyenkor mindenképpen fényvédőkrémet is használjanak. A dózásba vitt napozás nagy szerepet játszik a bőr előregedésében és számos bőrrel változás kialakulásában is. A DSTV által megkérdezett emberek számos eszközzel próbálnak meg védekezni a napsugarak káros hatásai ellen. Van egy fehér kalapom, de most éppen tegnap Kiskunhalason voltunk fürödni, és akkor ugye most az ki lett mosva, most nem tudtam felvenni, de általában 12 és olyan 4 óra között nem megyek ki a lakásból. Nem, hát akkor benn vagyunk persze. Hogy pihenek ebéd után, ebben nagy melegben, ugye róló leengedve, ablak becsukva, ugye olyan hőszigetelt ablak van ott, nem engedi át a napfényt, úgyhogy hát megpróbálunk így. Hát meg, ha olyan helyen vagyunk, akkor vízparton, természetesen, úgyhogy. Kis sapka, hogyha annyira meleg van, viszünk magunkkal innivalót, ilyesmi. A következő hetekben az UV-sugárzás nagyon erős lehet, elérheti akár a 7,6%-os értéket is. Ilyenkor már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet. Mindenki fokozottan védekezzen a leégés ellen.